A harmadik kerületben 2500 gyermeket ingyenesen a zeneimre oktathatok, és úgy döntöttem, hogy a gyerekeket a szüleikkel együtt minden tavasszal megtornáztatok itt a Kalap utcai műfüves pályán, amikor a gyerekek megmutatják a szüleiknek, hogy mit tanultak, és megvan erre a nagy lehetőség ezen a gyönyörű pályán, hogy a szülők és gyerekek együtt tornázhatnak és együtt játszhatnak. Édesanyákat, akik a családnak a szívei, ők példát mutassanak az egészségtudatos életmódjukkal, táplálkozásukkal, mozgásukkal, és most az édesanyákat is felhívtam a figyelmüket, hogy jöjjenek és mutatkozzanak be a színpadon. Versenynek hirdettem, de aztán elgondolkoztam rajta, hogy itt aki részt vesz, az mindenki győztes lesz. Példát mutatunk ezzel, hogy igenis édesanyaként lehet fitnek lenni, édesanyaként lehet tudatosan élni, boldogan élni, és ezzel a családunknak is boldogságot adni. Itt nálunk Óbudán nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a sportra, legyen az szó gyerekekről, felnőttekről, idősebb korosztályról, bárkiről. A mai nap lesz az 5. Fit családi percek esemény. Azért is fontos ez a mai esemény, illetve rendhagyó, mert a mai napon lesz az első fit édesanya is megválasztva, hiszen ugye az, hogyha a gyerekek mozognak, az nagyon jó, de igazából az a célunk, hogy a családok is mozogjanak, a szülők, nagyszülők. Lesz itt egyébként a kerületben az egyik legidősebb bácsi, 101 éves bácsi lesz a díszvendég, és a gyerekek színes eseménydús programokkal fogják szórakoztatni magukat, illetve a közönséget. Az Óbudai Kolozsi Körz női fitness klubból jöttünk, és a nyerteseknek, illetve a résztvevőknek felajánlottunk értékes nyereményeket, illetve a tombolába egyhetes ingyen belépőjegyeket.